Vukoszáv Szákovics, a Szerbiai Búzatermelők Egyesületének igazgatója szerint hivatalosan még nem határozták meg az idei búzaárát, részben azért, mert késnek az aratással. Az, hogy egyes helyeken 18 dinárt kínálnak a kenyérgabonáért, Szákovics szerint inkább tapogatózásnak számít, nincs köze az idei ár alakulásához. A szakemberek becslése szerint az idén 1.880.000 tonna kenyérgabonát takarítanak be, ami 15%-kal több, mint tavaly. Több mint 10%-kal lett olcsóbb a liszt Szerbiában. Egyes becslések szerint lehetséges, hogy ára tovább csökken. Egy kiló liszt ára pillanatnyilag 56 és 77 dinár között mozog, a gyártól és a kereskedelmi vállalattól függően. Megeshet, hogy ennek következményeként a nyár folyamán olcsóbb lesz a kenyér is, vélik a pékipari szakemberek. Ezzel kapcsolatban azonban egyelőre konkrét lépés nem történt.